Köszöntöm Önöket, a mai Rebriefben is a Mediátor két stratégiája van segítségemre. Te milyen fejet vágsz? Nem izzadod össze a pulcsi. Annyit mondott instrukciónak a hangmérnök, hogy olyan pornósan, tudod? Ilyenkor mindig van egy ilyen kis mentális orgazmus, amikor ezt a teret így meglátom. Ez jó. Szép. Szevasztok gyerekek, ez az új szerzeményem. Alapvetően egy fotós vagyok, ez a lényeg? Ez sem a legrégebb óta abból, amit most csinálok. Tehát a fotózás az, ami a leghosszabb ideje tart. És valószínűleg ez nem is fog elmúlni. Jó, mehetünk. Tehát most kiválasztottuk a hátteret, és itt fogunk kezdeni, ebben a napfényműteremben, ahol ugye természetes fény van, nem is szoktam használni semmilyen világítást, csak este. Nézd meg itt a bihari, nem hiszem, hogy gumicsizmába, nézd meg! De a lófasz nem, az gumicsizma, apám. Magyarázzad, meg a lovaglónadrág. Na hát akkor nagy az öröm és a boldogság, most már mindenki itt van, aki számít, az is, aki nem. Színészetet tanultam, és azt a fajta kommunikációt akarom belevinni a fotózásba, amit a rendező a színészével végez. De mondjuk ezzel nem találom fel a spanyol viasz, de szeretek ezért picikét belemászni a nyilván a mindennapi lelki világába, szóval, hogy nem azt mondom, hogy jó, most akkor mosolyogj, akkor most táncolj, most nagyon jó. Tehát én ebben nagyon nem hiszek, mert nyilván ez egy felszínes sztori. Kérlek, hogy csukd be a szemed, és az alatt meg gondolj valami olyanra, ami motivál ebben a pillanatban. Tehát ami téged, Varga Sándort most motiválja, jó? És most mindenki figyelni fog, és nem tudok ilyen intim kapcsolatba kerülni az alanyommal. És a japán út tanulságai járnak a fejemben. Bármi is volt, az, kérlek majd oszd meg, fizetek érte, csak most még ne mondd el. Ez jó volt? Az lesz a jó, az lesz a jó. 14-ben volt egy fotókiáltásom, az volt a cím, hogy politikusok, és azt ugye a legismertebb politikusokról, tehát volt egy medián lista, 36 legismertebb magyar politikus, abban az időben is velük készítettem portrét, akik vállalták, nem mindenki vállalta nyilván, nem mindenki érezte, hogyha ez megéri neki, de 16 kép elkészült, és az a tök jó, hogy most a Kiscelli Múzeumban őrzik ezeket a fotókat. Szóval ezek már leltárba lettek véve, úgyhogy most szépen szétpakoltattuk őket. Tehát valahogy van egy ilyen jó érzés emiatt, hogy ez valamelyik költözésnél nem kerül ki a kukába, hanem ez így itt van, ennek most már itt a helye, és jó kezekben van. Születtek olyanok, amik, ez mondjuk egy elég kapkodós portré. Tehát, hogy ez ilyen imagefilm készült éppen a MSZP székház tetején. És akkor ott mondta, hogy gyere oda, és akkor ott tudunk majd fotózni. Nyilván ott van a rádiózás, amit másért szeretek. Ott van a laikus, amit megint másért szeretek. A fotózás az talán mindközül a legjobban igényli a kreativitást. Hát kicsit mindenbe bele tudsz kóstolni. Legalább nem tudom, mennyire lesz érdekes számodra. Nekem az egyébként. Én imádom mindet. Itt vagyunk a Special Effects Media-nál. Ők az ügynökségünk, és itt vesszük fel a videópodcasteket. Szevasztok, gyerekek! Hozom a vizet. A Laikusba egy videópodcastet a Kacz Dáviddal fogunk forgatni. És ez a második videópodcast, az első az Ács Danival készült, és nagyon bejött. Most keltél föl? Melyik? A csőjöt fogom ezt. Óriási, kijövök érted, jó? Alá tettük be? A Laikus az egy YouTube csatorna, ami mielőtt elkezdtük, én nem is néztem a YouTube-on semmit. Tehát nem is tudtam, hogy ilyen létezik, hogy YouTube szerkesztett tartalom. Azelőtt ejtőernyős videókat néztem a YouTube-on. Ciao. Marosi Viktor. Ő Gerzson. De ő most tudod, hogy készít velem egy anyagot. Tehát ez egy ilyen... Itt vagyunk, bocs.
Nem. Már akkor már megértem, hogy ilyen olcsó produkció van, szerintem. Sokszor úgy tűnhet, hogy öncélú, kívülről, ha megnézek egy videót, akkor még akár én is azt gondolnám, hogy öncélúnak tűnik, de nem az. Csináljunk egy izét, összebújjunk. Milyen kép? Ugye én jövök eléd, mert... Szerintem jó voltam. Viszonylag összeszedett mondatokkal kommunikáltam, úgyhogy szerintem ez egy jó anyag lesz. Te milyen fejet vágsz? Nem izzadod össze a pulcsi? Nem, az én vállam lesz izzadásos. Ezt már érzem, pedig ez egy új ing. Van benne valós fukkanda. Nem pofáztam végig? A fogsorom az rendben van egyébként. Egy kis fehérítés jó lenne. Igen, hozom, van még rádió, igen. Még felveszünk egy rebrief adást. De ez már a januári adás, januári első adás lesz. Várjál, kulcs! Kulcs sztori, bro! Azért szeretem ezt a műsort, mert hogy gyakorlatilag egy lefedi így a társadalmunkat az összes téma. Tehát egy a reklám szakemberek jönnek be, és akkor reklámokról beszélgetünk, hiszen belegondolsz, percről percre reklámot fogyasztunk. Hát meséld el a napodat, de mondjuk nem az egészet, csak ilyen egy fél mondatban. Azt nem árom el, hogy olyan legyen a műsor, mint én, hanem azt nézem, hogy én műsorvezető, mit tudok hozzátenni. Tehát akikkel együtt dolgozunk, ők teljesen egyenrangúan szerkesztjük a műsort, meg egyenrangúan veszünk részt benne, és azt tetszik benne, hogy nekem mindenről van véleményem, és azt végre itt elmondhatom. Ha már szemle! Bocsánat! Semmi baj lesz, fiatal vagy már. Mit tudok adni, vagy letenni az asztalra, az egy folyamatos kérdés. Ez nem egzisztenciális kérdés, hanem értékrendbeli kérdés. Ugyanakkor nem érzem azt, hogy máshol kéne lennem. Inkább az a kérdés, hogy kézzel fogható-e az, amit csinálsz, vagy elvész a sülyeztőben. Vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.